A napirendi pont tárgyalása előtt bemutatkozott Zsikó Gál Klaudia, aki harmadszor kezdte meg a közszolgálatot a hivatalban, ezúttal Szekszárd megyei jogú város jegyzőjeként. Még korábban született döntés arról, hogy a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata teremhasználati díj megfizetése nélkül természetbeli juttatásként használhatja a város sportcsarnokát. A korábbi, december 14-i közgyűlésen aztán az a döntés született, hogy szerződés nélkül senki sem használhatja a sportcsarnokot. A KSC jelenleg nem rendelkezik szerződéssel. Most a hiányzó írásbeli megállapodások megkötésének határidejét tárgyalták újra. Az új időpontot február 19-ére módosították. Ami bekerült, különféle szabályzatok, hogy el kell számolni a sportközpontba mindenkinek azzal, amit ott töltött időt, az idővel, ki mennyi támogatást kapott, milyen támogatást kapott, erre felszólítások az Oktatási Bizottságnak egy felmérésre, ami alapján ki fogják számolni, melyik sportoló egyesület mennyi pénzt szeretne kapni, és ehhez milyen támogatást kell nekik a költségvetésbe, majd a 2024 évi költségvetésbe. A képviselő hozzátette, véleménye szerint a KSC-nek átküldött szerződés egy tartozás elismerő nyilatkozat. Február 19-éig mindenki számolni fog, jönnek különféle táblázatok, azokat elemezzük és eldöntjük, hogy mi lesz. Arról továbbra sem született döntés, hogy a szekszárdi klubot a város támogatja-e a teremhasználati díj elengedésével. Murvai Árpád, a közgyűlés, oktatás, sport és ifjúsági bizottságának elnöke korábban úgy nyilatkozott, nem üldözik és nem akarják kirakni a csarnokból a sportcsapatot, csupán jogszerű eljárást kezdeményeztek a hiányzó szerződések megkötésével kapcsolatban.